Itten vagyunk. A webkamerám továbbra se jó, és nem volt ma idegzetem megcsinálni, úgyhogy nem csináltam meg, úgyhogy ma is így fog menni. Jövő héten valamikor majd leülök, és akkor megcsinálom, csak most nem volt kedvem hozzá. Na, ugye ott hagytuk abba, hogy megcsináltunk egy csomó sidequestet itt, ahol tudtunk. Az összes több ilyen sidequest, meg küldetés, meg ilyesmi az mind már a Great Desertben van, amihez menni kell tovább. Tehát most ezeket nem tudjuk, szóval tovább kell mennünk. Na, ami még történt, hogy hogy ugye volt pár outfitünk, ami nem volt kikraftolva, úgyhogy én kikraftoltam párat. Ebbe fogunk ma menni egy kicsit. Ugye ami új az ez. Ezt is kikraftoltam, hát majd megyünk ebbe is. Csak hogy megnézzük. Meg ez még ami új, ami nem volt még az előző, így a streamen kívül kikraftoltam. Meg ez. Azt hiszem ezt se csináltuk meg tegnap. Vagy a múltkori alkalommal. Szóval ebbe fogunk menni most. És megyünk tovább a main quest-tel. Igen, megyünk tovább a main quest-tel. Csak megnézem, hogy... Hát cuccaink szerintem vannak. Ez a decorate. Ó! Kiraktunk egy... egyet. Oké, erre még ránézek, de szerintem ezt is elköltöttük mindet, így van. Jó. Takarítottatok egész nap, sejtad? Fű. Az jó munka. Én ma nem csináltam semmit. Ennyi. Oh, you're here. I've been waiting for this. Are you ready to leave? Mehetünk. Great Desert. Semmi gond, megérkeztünk. Ah, damn it. Looks like the engine was damaged from all the sand. We'll have to walk from here. Are you okay with that, Eve? No problem. Please support me with the drone. All right. You can trust me. I'm here too. Don't you worry. Hát, even seasoned scavengers get lost in the Great Desert. But we have a map now, so that isn't going to happen to us. Nagyon jó, van térkép, szuper. Oké, tudunk-e bármit? Tell me if you need anything. Oké, itt a Reaper konzol. Visit any time if you need an... That was a bumpy landing. That sandstorm means we can forget flying over the desert. Oké. Na, nagyon jó. Aktiváljuk a campet. There are definitely issues with this camp as well. Hát, ez remény.
Seems as though there's a problem with the power supply. The trouble is that the solar tower is in the middle of that giant sandstorm. Okay, akkor vissza kell állítanunk a áramellátást. Let's look for the sentinels around here. Maybe some of them will cooperate. Okay. Jó. Na. Okay. Ah, és akkor itt vannak a sidequestek. Új küldik. Jó, hát akkor szerintem mondjuk tényleg csináljuk a fő küldit. Ne keveredjünk problémába. És akkor hát séta. Just turned into dust. Not all of it. That's why scavengers like me exist. Looking for screws in the desert. Well, it's a very common thing on Earth. A Nier Automatában is volt egy ilyen hatalmas sivatagi map. Kellett jönni menni. Ez egy ambush volt. Nem tudom, miért jövök el erre. Jó. Koncentráljunk. Nyomjuk a főküldit. Felfedezzük a mapot később. Gondolom ennek a túloldalán van. Ennek a sziklának a túloldalán, amit keresünk. Ah. Jó, majd gyakorolni kell. Hoppá. Másik irány. I can see Abyss Lavoir. What kind of facility is Abyss Lavoir? There are some records of weapon research according to the map data we've got. Does it have to do with the Natibus? I can't promise it doesn't. Mm-hmm. Okay. Nyilván ez sem működik, de nem baj, beaktiváltuk. Okay. Do I have to go through another test? Yes, there cannot be any exceptions. Hát ez remek. Then let's not waste any time. Yeah.
Közel voltunk pedig, de nem baj. Remélem nem kell újraérni ide. Oh, okay. Volt egy checkpoint. Do I have to go through another test? Yes. There cannot be any exceptions. Then let's not waste any time. Be kell melegíteni. Az a helyzet, hogy teljesen más, mint a Dark Souls. Nyilván. Do I have to go through another test? Yes. There cannot be any exceptions. Ezt nem lehet elszkippelni. Then let's not waste any time. Ki akarom perizni. Csak mindig, minden ilyen kombó után resetelődik a peri. Do I have to go through another counter, test? Tulajdonképpen. Yes. There cannot be any exceptions. Mindegyiket meg kell csinálni tökéletesre. Ugyanazt csinálja mindig. Na, most majdnem jó lett, most az elsőt rontottam el. Megint. Na, ez most új volt. Yeah.
Oké. Just as I heard, outsider. This place is deeper and darker than the last. Please, be careful. Köszöntem. Do not let your guard down. The Nativa will wait for you in the dark. That I can assure you. Akkor a Souls game-ek kivégezve a DS2 félbe szakadt. Majdnem. Ja igen, majdnem. Hát ugye a DS2-t kell még pótolni. Azt majd elkezdjük előről, illetve még ugye a Elden Ring DLC-nek a 100%-os verziója, ami hiányzik. Ez a két dolog. És ja, akkor a Souls game-ek készen is vannak. Meg még a Bloodborne-ból kéne egy kicsit a dungeon-öket nyüstölni. Az majd csak ilyen szabad foglalkozás jelleggel. No blade, just like in Altes Lavoie. Oké, itt akkor lőni kell. No drone scanner either. Lily, are you filling in for Adam? He's busy fixing the tetrapod again. Ah, all right. I know I'm in safe hands with you, Lily. Emergency exit. Ja, igen, és akkor egy hypercellt kell. Szereznünk. Akkor bejelentve. Bocsánat. Hogy mivel fogunk esetleg új címmel játszani, hát majd meglátjuk. Ugye ez kéne befejezni, mármint hogy ezzel játszunk. Nem az, hogy be kéne fejezni, hanem ugye ez mindenképp. Hát jó kérdés, hogy emellé elkezdjük-e esetleg a Elden Ringnek a DLC-t újra. Vagy a Dark Souls 2-t kezdjük el újra. Kurva élet. Bocsánat. Így gyorsan kell. Oké. Okay. Platforming. Na. I'll find a way to shut down security. De hova? Bocsánat.
Nem jó. Igen, ott meg kell állni egy kicsit. Nem jó. Fel. Automosó kellemetlen verzió? Hát igen, ez az az automosó, ami egy kicsit úgy megkarcolja a fényezést. Oda kéne átugrani. Mit csináljak? Hirtelen nem láttam, hogy mit kell lőni, de... megoldódott. Oké. Oké. Beaktiváljuk. Mondom... ugye van egy ilyen trofi. Be kell aktiválni minden. Hát ez... Human Liberation Front for Humanity.
meg meghaltak ölni minden androidot. De ezzel most mit csináljak? Ezt el tudom húzni. Ah, várjatok csak. Ide föl lehet ugrani. Drone upgrade module. Nagyon jó. Oké. És ezt... Skill nincs itt, nincs repair. Jó. Akkor megyünk tovább. There was a control panel for the gate in the control room back at Altes Lavoir. We're gonna have to move that. Eve, watch out! Mindjárt. Akkor... This place, it feels off somehow. I think you're right. There must be something lurking here. Oh shit. Most elnézünk, mert valószínű ez a progress. Akkor elnézünk oda a ládák mögé. Research lab lehet. Bip bop. That seemed like it opened a vent, not a gate.
Valami szellőzőt nyitott ki. Combat. Oh. Okay. Cultivation experiment. Research lab. Jó, most kinyitottuk ezt az ajtót. The gate security is down. De akkor arra kell tovább menni, akkor mi volt az, ahol az előbb meghaltunk? Az a sok lézer volt. Kinyitottuk az ajtót, most ha megnézzük, mi ez. Hűha. Elfogyott a lövedék. Elfogyott, a lőszerünk kifogyott. Nem baj, mert az ajtó nyitva van. Szóval... nem vesztettünk semmit a progresszen. Kíváncsi vagyok, hogy mi ez. Thank you.
we're safe now. Oh, okay. Hát csak le kellett őket lőni. Na, ezt az egyik a izét. Ó, és akkor ez szerintem megint egy outfit. Igen. This feels like too much risk, not enough reward. Egy planet diving suit tehát kaptunk. Jó, hát mi? Na, nyomunk, visszamegyünk, nyomunk egy reloadot, és akkor menjünk tovább. Még annyi, hogy a két olyan József azt megy. Na és akkor most reload. És mehetünk. Hoppá. Insane reflexes. Lab. This looks more like a factory than a lab. Pont beesek kettő közé. Hát igen, józanon jobb. Józanon jobbak a reflexeim, ez kétségtelen. Hűha! Irányba kell menni. Ezt nem hiszem el, hogy pont leesek kettő közé.
Na, persze, hogy meg lesz. És megpihenünk. No. Nem lehet ammót tölteni? Hát ez remek. Maxos a töltény. Itt nincs kard. Ez olyan, mint a Altes Lavoir, nincs, nem lehet kardozni itt lent, tehát nem működik a kardja. Of the gate is crawling with Nativas. But this looks like the only way we can get inside. I'll try to find a way to unlock the gate. All right. Back to the gate. Nem tudom, hogy mivel kísérleteztek itt. De valamit a ugye az angelök ellen. Tehát a Android Army. Tehát mintha úgy tűnne, hogy a androidok elkezdték ölni a embereket. És ez a Human Liberation Front pedig... Lőszert felveszünk.
Azt nem tudom, hogy hogy lehet rakétát lőni. Ezt tudja valaki? Szek. Jó, és hogy választunk ki? Lövök. After selecting Stinger, de hogy? Itt nincs. Én nem tudom. Ja, én nem tudok. Ezek a throwable. Ez meg a heal. Na várjatok. Na, próbáljuk ki. I hope you have enough ammo. Hűha.
room still outside? Yeah. Repairs are taking forever. Okay. Okay, ez a Stinger, ez brutális. Jó, menjünk tovább. Ha ezt tudtam volna, hamarabb elővesszük. I can see the exit on the other side, but this won't be easy. Lily, let's go. Which makes which? Other switch. Na jó, akkor a fal... A falhoz nem lehet érni, mert ott is ott a lézer. Ha leesünk, leesünk, azt tudja, hogy meghalunk. Eve, the temperature is spiking. Relax, Lily. Ó, oké, látom. Látom, mi volt a gond. Nem vettem észre. Na jó, de akkor... Akkor merre? Oké, azt hiszem látom. Szerintem oda el lehet menni. És akkor itt, innen...
Okay. That was really scary. Let's head to the gate on the other side. Miért van itt ez a... Gyanús volt. Na. Loot. Eve, sorry for the wait. So, shall we head out? Too late, we're already here. What? How? Isn't the security system online? Adam, can you check our proximity to the hypercell? Give me a sec. The hypercell is just past the research lab. Jó, közel vagyunk. Elvileg itt van, azt mondja, hogy egyből a research lab után. Damn, the entire research wing has collapsed. Then, can't we just swim the rest of the way? No, the water is electrified with a lethal high voltage current. Hát ez remek. So now what? We'll have to use whatever we have at our disposal. Okay. Tovább platforming. De arra kell majd tovább menni. De nem lehet itt valahogy... mit kell csinálni? Már a Bitcoin itt maradjon. Oké. Elmentünk a lootért. Mert a loot az jó.
should be able to get to the research building's entrance with the rope. Okay, akkor ez egy shortcut. Na, és akkor ez elvisz minket? Jaj, oké. Ambush. Oké. Hova? What? Ah, oké. De le lehet menni, gondolom, lootolni. Hát így is jó, nem így gondoltam, feltétlenül, de... Ja, lőszerrel le lehetett jönni. Itt miért lehet feljönni? What? Ja, itt jöttünk le. Oké. Ja. Take a second to regroup.
biztos, hogy boss fight következik. Én ebben most, én ezt gyakorlatilag 100%. Jó. Drone. Van 3 upgrade modulunk. Hát ezt a szkennert sose használtuk. Nem őszintén. Jó, a lövő-lövő maxos. Shotgun shells. Hát igen, itt közelre nem lenne rossz. Tehát vagy ez, vagy az, hogy 8 stingert lők egyszerre. Megjön a rakéta. Oké, és akkor szerintem föl is töltjük, ha itt föl tudjuk. Nem tudjuk. De itt van. Oké. 24 van, hát akkor maxoljuk fel. Oké, Blaster Cell maxos. Oké. Jó, a többi mind maxos. Oké. Skillekre ránézünk. Van 4 skill pointunk, hát... Hát igazából csak special skill-re lehetne. Ja, ezt szoktuk használni, meg ezt. Aztán szerintem mehetünk. Ó, igen. Heart of the Contamination. De szép vagy. Nem, ez nem jó.
Jó, ez az, jó volt ez a Stinger. Tehát, hogy meg tudtuk rakétázni. Ráadásul úgy, hogy 8-al. Oké, ez, az levitte a... Hát nem is tudom, 70%-át az életének. Loot! Jó, bármi egyéb... Nincs. Jó, akkor... Miért a Hypercell? Meg a trofi. The Hypercell is intact. I also found a legacy. It's almost like it was planted here for us to see. Oh, a legacy. I'm getting more and more curious. Let's investigate. Let's check it out. Day 78 after the second dive. 8th record. Legacy account Raven. Raven. I have discovered an important record of human history. A war ignited by Mother Sphere broke out, and as previously recorded, humanity was defeated. Earth then became the stage for the Andro Eidos. Andro Eidos declared themselves the new human race. This new human race, with Mother Sphere at its heart, made tremendous progress and advanced humanity. And the surviving humans, the real humans, they evacuated to an underground facility. Some, led by Raphael Marx, waited here at this facility for an opportunity to strike back. During this time, the surviving humans evolved in order to gain the strength to face the androids. The result of genetic engineering and rapid evolution. Beings that have lost everything. Everything but brute strength and survival instinct. That's what they've become. Monsters. The monsters that we're fighting are the Nativas. Nativas. They were humans. Then, those we've killed so far, they were all humans. I can't believe this. But this production facility was definitely made for Nativas. If the Nativas were human, we, the ones fighting against humans, must be... Andro Eidos? Are we Andro Eidos? The creatures brought into existence, created by Mother Sphere. No! We're humans! Humans with complete bodies, perfectly in harmony with machinery and living tissue. Nativas, on the other hand, are incomplete because they are made only of living tissue. They can't adapt to different environments, and they can't even survive in space! But what if we were created to solve such imperfections? What? Then... why did Mother Sphere hide this truth from us? I need to think. Yes. I don't think we can reach a conclusion about this on our own. I really do think we should talk to Orkel about all this. Yes, let's do that. Mélyül a sztori. Maradjunk annyiba. És akkor most megyünk Mimirhez.
You're here. Excellent work. Hey, Eve. I'll take care of the hypercell. Orkul. I see you have something you'd like to ask me. Perhaps you came across the library at Lavoir. We would like to know the truth. Yes. It is a long, long story. We are certainly human, but this was not the case not too long ago. It is true that those who came before were responsible for the creation of Mother Sphere. The ones now referred to as the last surviving humans. They created us, the Androidos, through Mother Sphere, and for a time we lived in a kind of symbiosis with them. Then we're androids. We were created. Then why... why did Mother Sphere... The reason is unknown. However, at some point, Mother Sphere made a decision. Humanity's survival depended on a reorganization of the species. And that conflict led to war, and the eventual extinction of the surviving humans. That can't be. The few who escaped destruction were scattered to the winds, but some managed to flee and find shelter in the ruins in Lavoir. It was originally a facility for the purpose of genetically evolving mankind. After all, lifespans of the surviving humans were very short. That facility was the birthplace of what we have come to call Netibas. The records in the Legacy are all true. All this time, we have been waging war on our own ancestors. Now, my personal link has extended to a fairly wide area. The next Alpha Netiba cannot be found here on Earth. So, what do you plan to do? That still doesn't change the fact that Netibas are our enemies! All right. If we've come this far, we have no choice but to reach the nest through the Master Core. Give me the coordinates of the Alpha Netiba. As you wish. When you return, I will tell you the rest of the story. Okay. Or perhaps it would be better to hear it straight from the Elder's mouth. Tehát akkor a Netibák igazából... én genetikailag módosított emberek leszármazottai. És az emberek már rég kihaltak. Fossza. Jó, és akkor... So, you are leaving then? Mm-hmm. I'd like to check that area for more information. Understood. The next destination is the orbit elevator. I'm picking up Alpha Netiba signals at the very end of it. At the end of the orbit elevator? You mean in space? What? Yes, in space. Orbit elevator 4 was operating fine until recently. But getting there won't be easy. Netibas have been surrounding it for a long time. I guess I'll have to come up with an infiltration plan based on the map data. Eve, make sure you and Lily are both well prepared before leaving. Vegyük fel a questeket, meg lehet, hogy vissza kéne menni a sivatagba, ha vissza tudunk. Esetleg a side questeket. És
csinálgatni. Itt valamelyik boltban van egy quest, ha itt. Aaron-t kell megkeresni. Yes, those people. They claim that Orkel is nothing but a glorified dictator, using the power of the Nativas to subjugate his people. But Orkel is the prophet. He saved the people here. Right, sure. But more and more people are starting to doubt even Mother's Fear, let alone the prophet. People go to such lengths searching for the truth. But still fail to look right under their noses. I'd better look into this. Yeah, I agree. Okay. Itt van még egy. Ah, matematikus. Oh, sister, it's you. I hope your day has been peaceful. As for myself, I'm being plagued with agonizing thoughts. Oh yeah? What's wrong? Well, I believe Mother is testing me. As I told you before, I thought my shameful brother's fate had been sealed. But I never imagined I'd be given news about him from a scavenger. You're saying he's alive? Yes, sister. Or rather, he was last seen alive. Life is a blessing from Mother Sphere and the Network, and I am forever grateful for this. But my brother Felix has become a sinner. This sacrilege I cannot just forgive and forget. But only Mother can judge and punish. Sister, no scavenger can find missing people while evading the monsters of the Great Desert. You are my only hope, Angel. Please. Well, all right. I've already involved myself in this. Oh, Mother Sphere. You have given someone in need a ray of hope. I will send you the location data I purchased. May Mother guide you. Okay. Jó, egy újabb side quest a sivatagban. Jó. Hát akkor szerintem megyünk a sivatagba. És akkor csináljuk a side questeket. Mit mond a main quest? Return to the safe house. Mi van mögöttem fejmagasságban? A poster, ami volt a konferencián. Ugyanis azt én hazahoztam és kiraktam ide a falamra. Mert jól néz ki. Majd föltöltöm azt is Discordra. Hát egy linket bedobok Discordra, mert rohadt nagy. Nem tudom, ami 40 megás fájl. Lily, have you seen Adam? He was right here a minute ago. I'm sure he'll show up soon. While we wait, should we check the main body frame? Main body frame. So, Eve, because you've been gathering a healthy amount of combat data, we can now distribute the body cell's power for greater offensive capabilities. Remek. It might add some stress, but we could increase the socket count to equip an additional exospine. That'll be of great help during combat. Upgrade. Please get to this right away, Lily. Yep. Oh, hold on.
This might sting a little. Just need to separate this. There. Done. Thank you, Lily. Cool. Jó, és akkor... How could there be an Alpha Nativa in the orbit elevator? If it hadn't been for Orkel's help, we might have never realized. Something need fixing? Mm-hmm. Damage. Oké, elvileg van egy új nanoszút. Oké. Jó, majd hogyha lesz, akkor kifejlesztjük, ha lesz nyersanyagunk. Akkor nézzük már meg New Features. Oké, tehát még egy Exospine-t be tudunk rakni. Jó, most ez a Chain Type van. Jó, hát ez a Combo Attack Damage-et növeli. Oké. Akkor van egy ilyen Burst Trace. Hát lehet, hogy ezt ki se vesszük. Akkor ebben nézzünk valamit. Aha. Jó, ez a Burst-re. Jó, ez a Protection, tehát ez a Damage Negation tulajdonképpen. Aha, és van ott a Level 3, az egy érdekes, hogy amikor Guard vagy Peri van, akkor 5 másodpercig tölti a HP-t, ha 20% alatt van. Oké. Shield. Oké, könnyebb a Perfect Dodge, meg a Perfect Parry. Az se rossz, amúgy. Oké, Crit Rate. Unstable energia közeli enemikre. Hát ez annyira nem izgat. Oké, plusz ammo. Ezt esetleg be lehet tenni, amikor ilyen helyen vagyunk, ahol nincs kard. Oké. Jó, hát ezek a robbanók. Annak az erejét növeli. Increases melee attack power by 17.5%. Hát ez meg csak execution-nél jó. Az meg nem nagyon csináljuk. Hát akkor lehet, hogy ezt tesszük be, és akkor ezt ki is fejlesztjük. Jó. Na, mi van még itt? Itt is vettünk fel egy csomó mindent. Attack speed plusz 10%. Recovers 160 HP. Ez mondjuk akár nem is rossz. Jó. Shield. Beta charge. Beta skill attack power. Burst energy recharge. Oké. Crit damage. Melee damage. Oké. Ah,
Hát ezek amúgy alapvetően nem rosszak, csak olyan keveset ad hozzá, tehát ilyen pár százalékok. Na, akkor... hát ez heal, lehet, hogy nem ezt rakjuk be, hanem damage-re megyünk rá. Oké, ez ennek nem rossz. Beta skill. Crit rate. És kéne még valami. Hát attack speed. Bár az mondjuk nem olyan sok. Jó, akkor ez így lesz. Ez így most jónak tűnik. Okvetlenül váltunk ruházatot. Nem, nem ez. Igen, ez. Ez még nem volt. Jó, ebből nincs más. Ebből sincs más. Úgyhogy akkor... mehetünk. Oké. Na. Skill tree-t megnézzük. Aztán most már nem nyomkodom tovább, tényleg megyünk és csináljuk. Van 4 ezénk. Csak az élünk le, mert ez a szép gyakorlatilag. Jó, na és akkor vissza kéne menni a sivatagba. Are you already prepared to leave? Mm-hmm. Just finished. And you, Lily? We're going to be so close to the colony. It's just a lot for me to process. There's no need to overthink it. Eve is the one going to space anyway. You and I will be waiting in the temple. I know, but... Well, we'll see what she says. So physical distance won't really matter. És akkor lenyomlánk egy alfát. Let's go. Jó, menjünk oda. Babe, just a reminder. We're heading into space. Majd so expect nyomjuk the journey to be a long one. You should try to take care of everything you need to in Zion before we leave. Akkor mégse. Give me a bit of time. Hello, Sheriff. Szia, szia. Mi újság, hogy vagy? Are you ready to leave now? No regrets. Jó, akkor még nem megyünk a Orbital Elevatorbe. Pedig megnéztem volna, hogy milyen. Itt kitakarítjuk a helyet. De itt még mindig nem állítottuk vissza az áramot. Vagy itt nem is lehet. Jó, itt voltunk, oké. Okay. Ja, itt van, oké. Okay. Na, akkor ezt megnézzük, közben meg, úgy közben meg összeszedegetjük ezeket a... Szállítás
sidequesteket. Végre van egy kis stream nézés? Hát igen, Sheriff, az csak egy dolog kell hozzá. Az igen. Hogy itt vagy. Remélem jól vagytok. Megy a meló. The Oasis. I don't understand what happened here. A szabadidőd sajnos újra elveszi a World of Warcraft. Ha már strandon vagyunk. Fölöltözünk, mert ez... Fölöltözünk, hát na... Értsétek, hogy gondolom. Oké. Okay. Hát ez egy strand. A meló mostanában nyugodtabb, ha már szerdán volt egy 6 órás debugolásod. 6 órás. Nekem egyszer volt egy másfél hónapos. De remek volt. Adam, over there. I see someone. What is he doing? Oh, it's Clyde. Well, I'll be damned. Didn't expect him to still be alive. There are some people who would prefer to wander instead of simply joining Zion. They always end up the same way. Well, mostly. That's... I already know what you're gonna say. If it would really make you feel better, you can try talking to him. Kitöröltél két mappát az Ária mappába, és újra bildelte magát, és megjavult minden. Hey, you can't be out here like this. An Atiba might find you at any... What? Horgászik, érted? Why is that so important to you? Hey, can you hear me? I'll tell you one more time. This place is very dangerous. Hey, do you hear what I'm saying? Ez a szart is leszarja. He's not listening. Nem mondod, hogy lehet horgászni. It's not a weapon. Perhaps it's a tool for gathering, perhaps. It's elastic, but not very strong. And so thin. I'd be surprised if it didn't break.
Na, menj már. Fish Collection. Na még egyszer. Nem tudom, mit kell csinálni, megmondom őszintén. Nagyon fura. Ez megint nem lesz meg. De... Nem tudom, mit kell csinálni. Mindjárt kitaláljuk. Na még egyet. Ott nem tudom, mit kell csinálni, amikor be kell húzni. Na talán. Oh yeah! Azt kifogtam egy aranyhalat, érted? Mindegy, valahol el kell kezdeni. Ó, és rakadok rá csalit. Na jó. That's a surprise. Are all angels so insistently talented at everything they do? You're surprised. That's hardly something I'd expect someone sitting in a place like this to say. After the colony extinction took everything away, fishing was really all I had left. Ruined streams in the city, underground reservoirs, barren shores. I wandered all over the place. Trusty fishing rod in tow. Frankly, I think I'd already given up by then. That's
Well, that was practically a lifetime ago. I've been here for a while now. Feast your eyes. Water's clear, beautiful. The whole world's a dump. I can't think of a better place to spend one's time. Mother Sphere's will be damned. I used to curse everything in sight. But if it was her will that led me to this place, I think I can live with that. You... I see. You've got quite a story. Everybody's got a story, world being how it is. Same for you, right? Now, I'm not one to make assumptions about the future plans of an angel. But come and see me again, if fishing interests you. Anyway. All right, then. Kaptunk 3 halszeletet. Jó. Most menjünk tovább. Horgáztunk. De várj, mit mutat a mappa? Itt lenne egy side quest. Tűnik. Deep. But this corpse doesn't look like it was attacked by an Etiba. No. It looks like he was attacked from behind with a blade while running away. Maybe... Okay. Még egyelőre nem megyünk vissza. De érdekes, azt mondja, hogy hát egy blade, tehát valamilyen kard. Kard ölhette meg. Hát érdekes. Jó, arra megyünk tovább. Most kiteszi a térképre a Solar Tower-t. Vagy mi föntre a iránytűre. Ez hasznos. Hát ez mi? Yeah!
a romok vannak itt. Nem, ez is tisztára olyan, mint a Nier Automatának az egyik mapja. Nyilván nem véletlenül. Vagy hát map, hát egyik. RIP. Na jó, akkor most nem arra megyünk. Elvisz a futóhomok, érte? Francis's brother was hiding in these ruins. It isn't that unusual, Eve. But I guess it is pretty remarkable to have survived this long, coming from 807. Let's just deal with the fanatical brothers and be on our way. Okay. Nézem, hogy hol kéne fölmenni. Ki vannak takarva a szavak? Így el vannak rejtve, she's the, akármi, meg praise the, akármi. Mm. What does this mean? The voice of truth. I'll consider it. He left coordinates. Well, I suppose we'd better follow him. Okay. Még egyelőre az áramot kéne visszaállítani. Ez a nagy fal. Én
széle. Csak érdekes. Are you okay? Something needs to be done. The damage is severe. Never mind. That's not important. I actually have a favor to ask of you. Tell me more. The captain thought the Great Desert sandstorms were an anomaly, enough to warrant an investigation from our soldiers. Our Wasteland Storm Squad was assigned the mission. From searching the remains of the colony and looking through the archives and the ruins, we found out that it was a malfunction in the terraforming system that left the area barren and covered with sand. There's a tower to the south, but the sandstorm is blocking the view from here. We used the service drones to restart the solar tower, to restart the flow of energy through the system. Hey, let's get to healing first. It's all right. We got 4 service drones and made our way to the control tower. It was foolish of me not to expect some crazy Nitiba to be there. It means that many of those under me were killed, and I barely escaped with my life. Angel, maybe you. The drones we collected before were probably dumped somewhere near the tower. Activate all the drones and get the tower up and running again. If you succeed, it will be a great kindness. My companions will finally be able to rest in peace. All right. I'll take care of it. You focus on your injuries. Thank you. Oké, és pont arra megyünk egyébként. Úgyhogy... Oké... Ezeket a sziklákat meg kell kerülnünk. Gondolom nem tudunk fölmászni rá. Úgyhogy akkor megnézzük ezt a ruint. Fönt egy bonfire. Hűha. Hmm.
Szerintem... ott föl lehet menni. Hát vagy nem. Hallok. Egy body core. Now, I don't feel like praying. Itt lesz a sziklák mögött a cél. Az igen. Hagyjatok már békén, könyörgöm. Az igen. Aztán lokkoltak. Az ott mi lehet? Vagy most már nincs healing. Ha!
ezt beaktiváljuk. Mondom, nem működik, de... Ja, de csak beaktiváltuk, hogy... Majd, ha az áramot visszakapcsoljuk, akkor működjön. Oké. Szerintem ott fönt lesz a drón valahol. Az épületbe. Service drone. Looks like the body's still intact. He said there are four. I hope the rest are still okay. Service drone activated. Detecting nearby facility in need of maintenance. Now beginning operation. Who's that? Okay. This sentinel. Yeah. Looks like one of Mew's. Comrade. May your memories live on. Forever. A létrán lemászni az már. Nagyon 2022. Oké. Még a kövi drónhoz. Ott van. És itt van egy bonfire is. Ezt is beaktiváljuk. Activate! Commence! 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 Facility requiring maintenance detected. Leaving now. Leaving now. The magic sentinel. The monster with a saw on its head. Szúrtuk. Jó, menjünk tovább.
Service drone activated. Facility confirmed. Leaving now. Nem tudom, hogy itt van egy Sentinel mellette. Lehet, hogy nincs. Nem bíztam a véletlenre. Ez mi? Jaj, gránát. Oké, na. Még egy van. És akkor utána vissza, megyünk visszakapcsolni a... Haha. Service drone initializing. Complete. Service link created. Nearby facilities now operational. Jó. És akkor most már mehetünk a... Most már mehetünk a toronyhoz. Ez itt még micsoda. Mit jelez még itt a map? Itt van a torony. Oké. Okay. Mondom, mi a fene van itt, de... Hát maga a torony. Szíj nélkül, amúgy. Ja, boss. Nem baj. Jó, hát igen, így most már van. Élünk. It was this.
Kell tanulni. Csapkod elég hevesen. Jól sét, Adri. Hát, tud vele haladni. Ah!
Meg lesz ez, meg lesz csak. Az igen. Yeah.
hogy rohagy meg. This is revenge for the Sentinels. All right then. Let's get back to fixing this tower. Majdnem sikerült nem meghalni egyébként. Közel volt. De ja, végén sikerült azért a Perry. Is once again being supplied to the camps. G'day. They should work again as intended. We both think that we're some young. Ez, ja nem, ez itt van még a sivatagban, ez a fickó. Vele beszéltünk itt, aha. The mission has been accomplished, Mew. Hey, Mew? Maybe he went to go and be with them. His old partners. With the storm gone, Mew's last path must have been a peaceful one. May your memories live on. Forever. Okay. Jó. Na, hát az kéne most. Jövünk ide. Van egy nagy supply camp. Szerintem itt megpihenünk. De hogy... Hogy mentem én oda fel? Lássuk, mit lehet fejleszteni. Jó, exospine-ok vannak. Fejleszthetők, oké. Szerintem... Ezt föl is feljesztjük, amit ugye betettünk. És akkor a perfect dodge meg a perfect parry az. Így könnyebb lesz. Ami mindenképp hasznos. Jó. Oké. Na, szerintem akkor következő alkalommal majd innen folytatjuk. Haladtunk most is elég sokat. Szerintem itt a sivatagot fogjuk takarítani tovább a kövi alkalommal.